Rengetegen érkeztek már az első napon is az Icske által szervezett akcióra. A hideg idő beköszöntével sok család számára jelent gondot az őszi-téli holmik megvásárlása, ezért is örültek az ingyenes ruhaosztásnak. Most nagyon időszerű, mert fel kell készülni a családoknak a térre. Melegebb ruhákat hordunk, az én kisfiam 11 éves, és hát hirtelen nagyon sokat nőtt, úgyhogy elsősorban nadrágot, pulóvert találtam neki. Az Icske egy luxemburgi baráti társasággal együttműködésben szervez évente kétszer hasonló jótékonysági megmozdulást. Úgy tűnik, hogy ezek az ingyenes, térítésmentes ruhaakciók még mindig fontosak a város számára, illetve a városban élők számára, és bizony, hogy nagy igény van rá, hiszen a szegénység egyre nő. Péntekig tart az Ifjúság a Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület adományosztó akciója a civil központban, melyen mindenki részt vehet. A rászorulók között több tonna őszi és téli ruhát, valamint cipőt, babafelszerelést és használati tárgyakat osztanak ki.